Köszöntöm nézőinket, az ismerős vendége, Váradi Istvánné, akivel be kell vallanom, én nemrégiben ismerkedtem meg. Talán a nézők számára is ismert, hogy a holokauszt 60. évfordulója alkalmából új emlékművet avattak, ezzel emlékezve itt Szekszárdon az elhurcolt és elpusztított zsidókra. Ezen az ünnepségen találkoztam tehát Ágival, akivel néhány szót váltottunk, és rengeteg minden tört elő ezen néhány szó alatt is, és nagyon érdekes volt őt hallani, és köszöntöm szeretettel, mert amikor arra kértem, hogy beszéljen nekem arról, hogy mit jelent ez az emlékmű, akkor gondolkodott, és azt mondta, hogy nagyon sokan kérdezik önt, nagyon sokan szeretnének információkat tudni, de ő nagyon-nagyon sokáig nem volt hajlandó beszélni az átélt borzalmakról, és végül is a család hatására tört meg ez a dolog, és azt mondta, hogy azért fogadja el az én meghívásomat is, mert most már úgy érzi, hogy muszáj beszélni. Hát hogy van ez a hozzáállás? A család az külföldről, itt nincs sajnos senki, és ők buzdítottak arra, hogyha valaki kérdez, kell, mert kevesen élnek már, és hát ők jobban átérzik, hogy el kell mondani, hogy mivel kevesen vannak már, akik ezt túlélték, hogy hadd maradjon meg, és ezen nincs mit szégyelni, és nincs mit titkolni. Ez megtörtént, és elég szomorú. Ági, hogy emlékszik vissza a gyerekkorára? Hogyha jól tudom, akkor 15 éves volt, amikor elvitték önt. Hogy emlékszik egyáltalán, hogy érte önöket ez a megkülönböztetés? Egy kis faluba laktunk, itt a megyébe, Udvariba. És hát a német megszállás után április 5-én kellett kitenni a sárga csillagot, mert akkor már voltak korlátozások, nem jöhetett be senki, nem lehetett, már mind különböző korlátozások alá estünk. Ja, meg kell jegyeznem, apukám 5 évig nem láttam, mire 45-ben találkoztunk. Ő 40-ben bevonult ide Szekszárdra munkaszolgálatra, és kint volt a fronton, úgyhogy, és onnan vitték Dachauba, úgyhogy én őt, tehát 5 éve már nem láttam. Anyukámmal éltünk, aki beteges volt, és egy 10 éves kis húgom volt. Összesen 4 család volt ebbe a községbe. Hát Zömivel németség lakott, volksbundosok voltak. Hát nagyon rossz. Akkor azt hittem, hogy az a legrosszabb, mikor esetleg ért valami olyan, és akkor utána rájöttem, hogy még nem az volt a legrosszabb. Bántották már önöket ott a faluban is? Hát a bántás... Hát az fizikailag is lehet mondani, mert például kővel ablakbetörés, úgyhogy egy hajszál választotta el, hogy én élve maradtam. Olyan is volt, és talán sokszor a szóbeli megjegyzések akkor még, bár aztán a mai napig is kísér, hogy jobban fáj, mint a fizikai fájdalom. Tehát lelkileg. Igen, és főleg hát egy ilyen serdülő, ahol az ember született, az édesanyám ott született, a nagyanyám abba a faluba született, és akkor még rosszabbul esik, hogy olyan ismerősöktől kapta az ember a különböző megjegyzést, ami rosszul esett. Nagyon. Nőtt fel és élt. És hogyan emlékszik arra a napra, amikor menni kellett? Az május 15-e volt, egy hétfő reggel. Vasárnap egy nagyon rendes főjegyző volt, második szomszédban lakott, és hát úgy csinálta, hogy tudjuk azon az egy éjszakán, délután már megtudtuk vasárnap délután, hogy hétfő reggel, május 15-én választhatunk egy lovaskocsit, és azzal megyünk. El kell hagyni a lakást, amit azonnal lezártak,
lebélyegezték, ahogy mi kijöttünk. Hát az az utolsó eszed abból állt, hogy anyukám összeszedte a legszükségesebbet, meg volt mondva, ami az egy lovaskocsira fér. Hát abban a zsír, liszt, a kis ruhánk, az ilyen vegyes rakomány volt. Egy ilyen paraszt szekér, nem teherautó, amivel most költözködnek. És elindultunk. Hova? Megszállt csendőrök jöttek. Hát az egészben az volt az, ha ma már érdekesnek mondható, hogy nem mondták meg, hogy hova. És utolsó percig mi úgy tudtuk, még Gyönkön úgy tudtuk, hogy Simontornyára megyünk. Közben még a Simontornyák is oda kerültek, ahova mi Hőgyészre mentünk. És nagyon borzalmas eset a gyönki piactéren. Ott kellett megvárni az összes körzet községeit, mindenki egy lovaskocsival jöhetett, az nem csak ránk vonatkozott. És volt a csendőrök között rendes is. Egy Sörös nevű csendőr Gyönkön volt, és nagyon jóba volt azelőtt apukámmal is, és odajött, hogy Ági azt mondja, címezem meg egy tábori lapot, kocsi mögé állt, és majd apunak megírom, hogy mi történt. És ezt észrevette, aki Szekszárdról ki volt vezényelve, egy csendőr, valamilyen magasabb rangú parancsnok, és ott mindjárt kiabált, hogy hadbíróság elé állítom, mert a zsidókkal paktál. Uh-huh. De én odaadtam egy lapot, és valahogy észrevette. Uh-huh. Rózsaszín tábori lapot. Az rém kellemetlen volt, mert ő egy nagyon rendes ember volt. Tehát például azt nem értem volna túl a szem, ha valami baj érte volna. De itt lövetem agyon. Uh-huh. És akkor mi történt ezután? És akkor elindultunk, mikor a községeket összehozták, volt az Miszla, Kezőhidegkút, több községből a gyönkieket, és akkor elindultunk, és akkor láttuk útközben, mikor Szakadár Diósberénynek kanyarodott az út, hogy mi nem Simontornyára megyünk. Hát lehet, hogy mások okosabbak voltak, mi nagyon el voltunk maradva, mert mi semmit nem tudtunk. Csak annyit, hogy akkor már láttuk, hogy hova. Hőgyészen már ott tudták, hogy jövünk, be a templom udvarba, több mint 100 szemét a templomba szalmán helyeztek el. Nekünk annyiból szerencsék volt, hogy apukám a kántorral volt együtt munkaszolgálatos, és a felesége bevitt minket a hitközségi házba, ami ott volt a templomnál. És akkor anyukám az ő szüleit is, akik szintén udvariból jöttek, úgyhogy nekünk nem kellett szalmán henteregni. És ebből a hőgyészi... Gettóba voltunk 487-en, vagy mennyien. Igen. Most sikerült megszereznem a névsort, amit miniszteri szinten se tudtak megszerezni, és leadtam, ami most nyílt Páva utcai múzeumban. Sárközpontban. Igen. És hát ott megint csak mondhatom, hogy nem a legrosszabb gettó volt minden. Mert ott úgy berendezkedtek, és akkor ott hát úgy ott mennyi? Nem volt mit berendezkedni, mert egy olyan volt, mint a hát éjszaka el lehet képzelni, hogy volt nem tudom, most egy szoba, meg egy konyha, uh-huh. És ők voltak hárman, az a két kis gyereke volt, akkor mi voltunk még hárman, önök? Anyukám, kisugom, és akkor anyukám kérte, hogy az ő szüleit, akkor a nagyanyám, nagyapám, hát egy tömegszállás volt. Uh-huh. Nappal összerakottunk, és éjszaka hát csináltunk a földön matracokkal, meg szalmazsákkal helyet, hogy tudjunk, mégsem a templomba kell enteregni. Mennyi időt töltöttek? Május itt? 15-től Péter és Pálig, nős 30-ig. És utána? Akkor jött ismét egy csendőri erősítés, akkor egy éjszaka borzalmas körülmények között volt az, hogy még egyszer mindent leadni, pedig már hát mi már a udvariba le kellett adni minden ékszert, nem volt így ékszerünk, és ott még egyszer mindenkit elültettek, villanyszéket hoztak, minden családból egy valakit. Még megkínoztak, hogy még ékszert, hát mi csak damaszt, abroszt tudtunk leadni, mert nekünk már nem volt ékszerünk, mm-hmm. És akkor ott a csendőrök a anyukám kezéről lehúzták a jeggyűrűt, mert azt nem kellett leadni, udvariba az rajta volt, és borzalmasan sírt, amit én nem tudtam megérteni, hogy mit kell azon annyit sírni, egy karikagyűrűn. Uh-huh. Hát nem jutott el az én agyam, még én nagyon ilyen anyukám, ilyen, nem is jól nevelt, ilyen nagyon kislány voltam. Uh-huh. És
a szülésznők ott mindenőtt, mielőtt elvittek bennünket, megvizsgáltak, és engem is be akartak vinni, és a anyukám sírt, és mondta, hogy én még kislány vagyok, nem értettem azt sem. Uh-huh. És akkor így én nekem nem kellett bemenni. Anyukám addig sírt, és kirángatott a kezemnél fogva, és nagyon sírt, és akkor nekem nem kellett bemenni. De úgy általában a felnőtt nőknek be kellett venni, volt egy szülésznök, aki mindenkit megvizsgált. Akkor elvittek egy ilyen, mint most a tüzép, tüzéplerakat, ahol építőanyag van, ott kell, az udvarban aludtunk egy éjszaka. És önök még mindig nem tudtak semmit, hogy mi a végcél, mi fog történni, nem, önök teljes nem, bizonytalanságban. Semmit. Akkor ott töltöttünk egy éjszakát, azt viszont megmondták, hogy Szakályba indulunk hajnalba, Szakályi vasútállomásra. Hát akkor kezdtek a csendőrök mondani, hogy lesz egy gyűjtő, több mint valószínű Kaposvárna, de úgy is lehet. Hát nem volt szabad nekik biztos mondani, mert volt köztük nagyon rendes is. Mert ott szólt is az egyik, hogy nyugodtan aludjanak, majd én szólok 10 perccel előbb, mint ahogy indulni kell. Uh-huh. Mert ruhástól aludtunk ott éjszaka. És akkor hajnalban, kora reggel indultunk ki, Szakályhőgyészén. Igen. Vasútállomásra, ott már 78-an voltunk egy vagonba, és irányra Kaposvár. És Kaposváron, a tüzérlaktanya udvarba ott pakoltunk le, mert a kaposváriak és a dombaváriaknak volt még hely, főleg a kaposvári az istállókban, de nekünk a szabad ég alatt voltunk, július 2-ig. És akkor az Kaposvár után? Kaposváron ott lettünk bevagonírozva, ott mentünk Auschwitzba. És ott jött megint egy csendőr, a nagyon rendes csendőr, aki kísért bennünket ki, az Hőgyészi volt, azt hiszem, Dobai, nem tudom a nevét, Dobai, azt hiszem, így hívták, és hát akkor hozták a híreket, hogy a lányok ki lesznek szolgáltatva a frontra. Én azt se tudtam, hogy mit jelent, csak láttam, hogy anyukám, mindenki ült a batyuján, és tördelte kezeit, és sírt, és akkor megbeszéltük, ott a latrina volt a laktanya udvarban, ilyen magamfajta fiatal lányokkal, de nevüket is, csak a keresztnevüket tudtam, kaposváriak voltak, hogy mi nem megyünk ki, mi öngyilkosak leszünk, és éjfélkor találkozunk, mert nyílt pálya volt a vagonhoz, a sinekhöz, igen, hogy pont éjfélkor indul a gyorsított teher, és egy perc mire odaér, és akkor mi a vonat elé fekszünk. És le is mentünk mind a hárman, és mikor elindult a vonat, ja, és az egyiknek volt ilyen kis húga, mint nekem, és az elmondta neki, és az megmondta a szülőknek, és mozgosították a csendőröket, amit nem tudtunk. Uh-huh. És csak azt vettem észre, hogy egy hirtelen rázás, és én azt hittem, hogy az a vagon, a vonat, ami keresztül megy, és nem, két csendőr volt. És akkor azt mondta, hogy buta, liba, azt mondja, na ott van a másik kettő, ugye gyáva volt, mert hárma voltunk. Uh-huh. És végemben én voltam egyedül, aki megkísérelte. És fölrántottak a csendőrök, uh-huh. Hát annyi hasznom volt bele, hogy másnap a zuhanyozóba, a laktanya zuhanyozóba bemehettem zuhanyozni. Tehát az én anyukám az akkor meg azon borzalmasan sírt. Szóval nem bírtam elviselni az anyámnak, hogy kínoszta magát és minden. Uh-huh. Hát ott az úgy érzi, hogy nem tudott elég erős lenni az édesanyja? Vagy hát igen, mikor hallotta azt, hogy hát én is belesek abba a szórásba, hogy kivisznek a frontra. Uh-huh. Én most már megértem, hogy egy anya. Igen, utólag biztos vagyok benne, de akkor ön nem is fogta föl. Csak az anyámnak a szenvedését nem tudtam elnézni. Uh-huh. Akkor ott már az volt, már láttuk, hogy minden veszve van, akinek volt, ilyen volt még nekünk is, abrosz, mindenkinek csináltak mérethez hátizsákot és egy kenyerzsákot elő. Kicsiknek kicsit, felnőtteknek nagyobbat. Mert akkor már több is semmink se volt. És akkor azt mondták, hogy megyünk Fehérvárra romot takarítani, ide-oda. Szóval sok hír volt. Na és akkor másodikán bevagoníroztak bennünket, megint csak a majd 80-as létszámmal, és akkor legtöbbet éjjel ment a vagon, nappal álltunk nyílt pályán. És július 8-án értünk ki. És
Meddig tudott a család együtt maradni? Ott végig a vagonban mi együtt voltunk. Ott kiszállásig. Utána már nem? Nem. Nem. Anyukámat is és fogtuk egymás kezét, a nagymama, a kisugom, azt mindjárt balra küldte Mengele, és a anyukám és én, mi nem. Mi meg a munkaképesek között. És mivel mi német iskolába jártunk a faluban, és akkor anyukám sírt, hogy a kislányom. Biztos, hogy az anyját is sajnálta, csak a kislányom. Igen. És akkor azt mondta a német katona, hogy fogsz találkozni a kislányoddal. Csak nyugodtan menjetek. Csak akkor már kiabálták, losz, losz, nem volt mit gondolkodni. Néztünk utánuk, mi is mentünk. A férfiakat eleve már külön választották. És mentünk, és mi nem tudtuk, hogy hova mennek ők. Hogy az krematóriumot jelent a bal oldal. És ahogy állunk ott, életemnek egy legborzasztóbb emléke, mert nekem nem az a borzasztó, mert én keresztül mentem, hogy magam elé tudom képzelni mindig az anyukámnak, amit láttam fájdalmat rajta. Szóval a német katona azt mondja, hogy na hol van az a anya, aki kérdezte ott, hogy néz ki a kislányod. Azt mondta anyukám, hogy szőke, gyűrűs haja van. Mm. És azt mondta, hol van az, aki a szőke, gyűrűs hajú kislányát kereste. És akkor olyan boldogon, hát itt németül, itt vagyunk. És akkor azt mondta, hogy látod azt a füstöt? Az a szőke, gyűrűs hajú kislányodnak a füstje. És akkor az én anyukám keze kiesett az én kezemből, és a földre esett. Mindegy colstok úgy összerogyott. És akkor ilyen csikos ruhás, hát utána megtudtuk, hogy azok végsősoron már ilyen häftlingek voltak. Mondták németül, hogy öntsetek rá vizet, akkor két vödör vizet. Hát amilyen poros, izzadtak voltunk, hogy 80-an mentünk egy vagomba egy hétig, és akkor anyukámra öntötték azt a vizet. De nekem, ha így visszaemlékszek, én, hogy csak azt nem értem meg, hogy nekem nem, az egész nem ment el az agyamig. Csak ahogy magam elé képzelem, van előttem az anyukámnak a szenvedését, ahogy láttam. Az egész életemet végig kíséri. Meddig tudott az anyukájával együtt maradni? Még mikor? Egy fél óráig azon túl. Behajtottak bennünket is egy helyiségbe, és azt mondták, hogy a 18 éves korig, vagy 18, mint a lányok álljanak körül. Külön lesznek fürdetve. És el sem köszöntem az anyukámtól. Külön akkor álltam, látta utoljára? Igen. Külön álltam levetkőzni a ruhát egy helyre, azt mondták, hogy megtaláljuk. Sose láttuk többet azt a ruhát. Akkor már csak az volt, ami rajtunk volt, mert a csomag is bent maradt, a vagomba azt ott mindjárt a rabruhás férfiak már dobálták ki, amit vittünk magunk, azt az hátizsákot. És... Mi történt önnel ezután, Ági? Akkor mi bementünk egy fürdőbe, egy másik ajtón kimentünk, teljes anyaszült mesztelenül, ott sorfalat álltak a német, ilyen fiatal katonák, hát nem is voltak még katonakötelesek talán, csak hát ugye háború véget behívták őket, és hát, mert hát sokszor azt mondja, hogy jó, nem volt jó mindig, hogy értettem mindent németül, mert tették a megjegyzéseket. Én mindent értettem, és borzalmasan megrázó volt, hogy milyen gúnyos és milyen anyaszült mesztelenül mentünk. Vonultunk el előttük, akkor hát szőrtelenítettek, nullásra levágták a hajunkat, és a cipőnkből, hát anyukám mondta, hogy magas szárú cipőbe, akkor még a gyerekek általában, hát a kisugom is így maradt, hogy az strapabíróbb, kiszedték a bélést, mert mindig azt hitték, hogy nem valami ékszer van elrejtve benne. Kiszedték a bélést, az még akkor megmaradt, de ruha nem. Akkor osztottak ruhát, borzalmas, kaptam egy olyan bő szoknyát, meg egy blúzt, hogy papírspárgával kellett megkötni. Hát egyik transportból, amit elszedtek, hát borzalmas, lehordott valami volt, és akkor egy nagy piros csikot festettek a hátunkba, a ruhára, nem a hátunkra, a ruhára egy piros csikot. Én nem voltam tetoválva. És akkor ott az ajtón ki, a német katonák előtt el, megkaptuk ezt a ruhát, ki, és így többet anyukámat nem láttam, és akkor lósz, ma vártak német nők,
akik voltak a blokkban, Aufseherinnek, a német nők, katonanők, és vittek be bennünket, ahol ki volt írva, hogy Arbeit macht frei, hogy a munka szabadát tesz be. Auschwitzba, kapuban. Én gyermekbarakba kerültem, C-láger 12-es barakba, 4-es stubába. Már a stuba az azt jelenti, ahol heten-heten feküdtünk így lábtól, és ez 3 emeletes volt én a középsőben. Mi általában a hőgyészi gettóból elmentek, ilyen fiatal lányok voltunk együtt. Semmi, nem volt még egy pokrot se egy papír se. Semmi, csak a deszka volt. Mennyi időt volt Auschwitzban? Auschwitzban július 8-tól október 31-ig. És akkor minden héten megismétlődött ez a fertőtlenítőbe menés, és akkor sose lehetett tudni, hogy gáz jön-e majd, vagy víz. Uh-huh. Már hát ezt utólag, ugye, amikor már kezdtünk megtudni, ott már voltak, akik akkor meséltek. Mindig féltek? Állandó volt a rettegés? Hát az, hogy mikor bementünk egy ilyen fertőtlenítőbe, akkor nem tudtuk, hogy fertőtlenítő vagy gázkamra. Uh-huh. Mert mondták épp, hogy néz ki a gázkamra, ott gáz jön a csapokból, itt meg víz jön. Csak egy nagyon kellemetlen barakban voltam, gyermekbarak, és terhesek voltak. És akkor minden pénteken jött a Mengele, aki ott végén beirányította a szelektálást már vagonkiszálláskor, és mindig választott ki, és azok teherautóra, és azokat már kiszuperálták. És ott egy cél volt, hogy minél előbb munkára, uh-huh. innen elmenekülni. Mert azt tudtuk, már akkor híre jött, hogy akiket így minden pénteken, hogy elvisznek, azok krematóriumba mennek. Uh-huh. Mi történt az újszülöttekkel? Csecsemőkkel? A terhes barakban volt, mondtad. Az volt a legszomorúbb. Megszültek, akkor nekünk fel kellett ülni az ágyba és végignézni, mert a barakban voltunk 1000-en, és volt középen egy ilyen mindig kemencének mondták, hogy mi célszolgált, téglából volt. És ott feküdt a nő, és hát voltak egészségügyesek, voltak ott orvosok, meg nők, nem hívtak külön szüléshez, akik így a foglyok között voltak. Levezették a szülést, legalábbis megtörtént. És akkor reggel a szülőnőnek már ki kellett állni célapelt, mert reggel este kellett célapelt állni. Akkor leszámoltak bennünket, hát mondanom se kell, sose stimmelt, 1000-en voltunk egy barakban. És őnekik is ott kellett állni, ha mindjárt elájultak akkor is. Ott kellett az ötös sornak ki kellett lenni, ha valaki meghalt éjjel, azt is ki kellett cipelni. Uh-huh. Mert az a létszámnak meg kellett lenni. És akkor sorakozó, és akkor elvittek bennünket, arra emlékszek, hogy a sineken túl vittek, és az anyának is ott kellett lenni. No, farkaskutyának, a nagy kutyáknak dobták a csecsemőt. Ilyen papírvattaszerű, mint a köt szerint, csak papírból volt, abba lett becsavarva a csecsemő. És ezt végig kellett néznünk, és akkor hátraharc, és jöhettünk vissza a barakba. Ági, tényleg nagyon nehéz ezekről a dolgokról beszélni, és talán én azt hiszem, hogy ebbe az egészbe az a legfontosabb, hogy ön mégiscsak túlélő. A műsoridőnk is természetesen rövid, és rengeteg élmény, rengeteg fájdalom, de azokra az időkre, meg gondolom, rengeteg ilyen történetet lehetne még mondani, de mégis hogy lehetett ezt túlélni? Tehát mikor érezte azt például az állandó rettegés félelem mellett, hogy ön meg fog menekülni? Én állandóan, én sose gondoltam mindig, hogy az apámmal találkozni kell. Ez éltette? Igen. Igen. Tehát 5 éve nem láttam. Most ez nem azt jelenti, hogy én az anyámat nem szerettem, és a kis húgomat. Hát, de gondolom, mindig, hogy velük kapcsolatban mindig, már igen. Biztos volt a történésekben. Hát mondjam azt, hogy az anyukámmal én reménykedtem, mert őtet én váltam el tőle. Reménykedtem. De főleg az apámat, akit nem láttam 5 éve. Szóval nem tudtam elképzelni, hogy velem és végül aztán ő is nem oda került, Dachauba került még utána. Szóval én magam se tudom. Én már sokszor föltettem magamba, hogy tudtam túlélni. Nem tudom. Még egyszer nem csinálnám végig, az biztos. És csak az életösztön,
az borzalmas nagy erőt ad. Csak az, hogy én nagyon nehéz helyeket fogtam ki, mert onnan kerültem munkára. És ha jól tudom, akkor ha már így a menekülésről, a túlélésről beszélünk, akkor rettenetesen lefogyott. Én 28 kilóval szabadultam Bergen-Belsenbe az angoloknál. És ha jól tudom, akkor egy apáca is segített nagyon sokat önnek, hogy az étellel, illetve még egy másik dolog a meneküléssel, csak hogy az ön egészségügyi állapotát megértsük, hogy volt egy bizonyos vitamin is, amit, ha jól tudom, több ezren megkaphattak volna. Igen, az egy svéd valami volt, nem volt apát, az egy svéd valami volt, Svédországból jött, 14 ezer ember közül egy D-vitamin, azt mondták. Egy segítő, és, aki, igen, akkor nem apáca, egy segítő. Igen, és hát az angolok szabadítottak, mindenki kapott minden nap 4 vitamintabletán, én 58-at kaptam. Csak hát az volt, hogy kiütéses tífusz és astífusz, és akkor hát a bal oldal az tiszta geny volt a 28 kiló mellett. Mikor került vissza Magyarországra, mikor lelt újra otthonra, hogy alakult a borzalmak után az élete? Németországba összefutottam valakivel, egy tamási lányjal, akivel most a negyedikén Tamásival, és most nem ismertük meg egymást. És akkor ő megismert engem, mert minden évben Tamásiban nyaraltam, és ő mondta, hogy az apukám él. Menjek el a komitére, a követségre, és ott Bergen-Belsenbe, és meg fogom találni, mert az élők ott van névre. Én nem tudtam, mert hogy én genybe betegen feküdtem, én nem tudtam semmit, és akkor elvezettek engem, úgyhogy két oldalt belém karultak a szobatársak, elmentünk, és megtaláltam apukámat az élők sorába, és akkor már egy kicsit felerősödtem, és akkor elindultunk egy pár társal, hogy megkeresni. Hát meg volt, hogy melyik táborban van, és akkor azt a tábort, és akkor végül megmondták, hogy mivel apukámnak nagyon jó írása volt, hogy a jugoszláv irodán dolgozott, és a jugoszlávokkal hazajött. Ezt egy szexárdi mondta, amikor én minden szobába bekiabáltam, egy táborba, oda-ova vitték őket. Feldafing, az amerikai megszállás alatt volt. Megszállás, felszabadulás, nem tudom. És ő mondta, hogy hát kikeresi az Einhorn Sándort, mert minden szobába bekiabáltam, hogy Einhorn Sándor. És akkor mondom, a lánya, azt mondja, hogy hát még kisebb, te vagy a nagyobb, mondom, az Ági, azért akkor te vagy a nagyobb. És azt mondja, te apád hazament már júliusban, úgyhogy apukám már július 16-án a falunkban volt. Ági, és én novemberben jöttem haza. Mi beszélünk ezekről a dolgokról, próbáljuk megérteni ezeket a dolgokat, és talán észre se vesszük azokat, akik köztünk élnek, és tudják, hogy mi történt. Hát nem egyformán fogják fel. Most sem. Pár évvel ezelőtt, még annyira sem. Sajnos ez megtörtént, én nem szégyellem. Maga, ahogy én zsidóként születtem, azt sem szégyellem. Ennyi szenvedés után büszke vagyok rá. Köszönöm szépen, és a nézőknek is megköszönöm a figyelmet. Tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!